Nancy Butler, Nárai Erika. Matt McCoy, Fazekas István. Talált pénz. További magyar hangok. Felföldi László, Kis Gábor, Úri István, Áron László, Csíkos Gábor, Gyimesi Pálma, Szűcs Sándor, Somodi Kálmán. Magyar szöveg Varga Marian, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Tomas Evics Zorka. A szinkron a Videorend megbízásából a Szinkron stúdióban készült. Producer Csaba László. Szerezte Tony Riparetti. Fényképezte Tom Jewett. Rendezte Alexander Wright. Kocsiból, Francesca! Most megfogtuk. Azt csak hiszed. Thank you.
Frank, szép vagy, mint egy álom. Figyelj, elviszem, amit ide tudsz adni, a többért később visszajövök, elpárolgok egy időre. Forró a talaj? Köszönöm. Joey, ez az 5. kocsi a héten, tartozol kedvesem. Egy cserénél többet nem tehetek. Jó, gyere. Los Angeles-i krónika. Faxoltad de Lengyivel, várom a választ. Hé, Jack, jöjjön be. Üljön be. Ez nem az, amit kértem. Itt azt írja, hogy a kormányzó nagyon is benne van a metróépítési program szabotálásában, miután az autógyártók tömörülése megvesztegette és lefizette. Igen, uram. Mit szól hozzá? A Los Angeles-i krónika a kormányzóé, Jack. Igen, tudom, de azt mondta, hogy feltáró cikket készítsen. Valóban, hogy tisztázzuk a kormányzó nevét, de hogy nyomtassam ezt ki, ha? Maga kinyomtatná? De hát ez az igazság. Na, ne szórakozzon. Bob, sajnálom, ha... Jó van. Arra kérem, hogy menjen el Rénóba. Dolit leverte a hepatitis, vagy mi a fele, és azt akarom, hogy maga írja a riportot a karaoke világbajnokságról, jó? Bob, én nyomozó riporter vagyok. Nem igazán értek a karaokéhoz. Akkor tanuljon bele, Jack. Nézze, tudom, hogy nagyon megviselte a felesége halála meg minden, de túl kell lépnie rajta, oké? Okay? Naponta 50 kiváló újságíró pályázik a maga helyére. Szereti a munkáját, nem igaz? Igen, uram. Akkor induljon. Nézzem meg néhány műsort, és hívjon fel, ha megérkezett. Angie? Ne, köszönöm, köszönöm, mi? Nagyon köszönöm, szerintem már tiszta, köszönöm. Mindjárt kész, uram, mindjárt kész. Köszönöm, köszönöm, nagyon kedves. Az összesen $5. $5? Miért? A megrendelt szolgáltatásért. Jó, de én nem rendeltem semmilyen szolgáltatást, köszönöm. Mit szól egy extra karcolás védelemhez? Jézusom. Most... Csak egy 10-es van nálam. Lógok a... 5-tel. De... Hé! Hey! Jó napot! Megkaphatnám a beszállókártyámat? Sajnálom, uram, de a beszállás éppen most fejeződött be. Nem, mindenképpen fel kell jutnom rá. Nagyon sajnálom, ha óhagyja foglalók helyet a holnapi járatra. De... Kérem, nagyon fontos. Sajnálom, asszonyom. De most indulnánk NASZ útra. Elnézést is. Maga itt a főnök. Miben segíthetek? A hölgy meg akarja akadályozni a NASZ utunkat. A férjem utazó újságíró, és alig látjuk egymást. Igaz, drágám? Utazó újságíró? Mit szólna hozzá, ha beírnánk őket az első osztályra? Igazán nagy lelki ajánlat. Hálásan köszönjük. Nincs mit. Jöjjenek, elveszük a csomagjaikat. Ó, köszönjük. Mehetünk? Köszönjük. Kis éjszaka! Tiszteld az öreget, ne töcsét! Már megint full. Verhetetlen vagyok. Te vagy a legnagyobb mázlista. Jól jegyezz meg, mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Ez az FBI biznisze, Diego. Tűnj el innen. Miért nem tájékoztattak róla, Vargas? Ez az én hatásköröm. Azt hiszed, rábíznék a helyi parancsokra? Egy ilyen melót? Mit akarsz ezzel mondani? Csak azt, hogy nem villogott túlságosan az ügyosztály a Stewart ügy felderítésében. Menj a pokolba, Vargas. Ugyanúgy kell nekünk, mint nektek. Tudod mit? Itt a lehetőség, hogy bizonyíts.
60 másodperced van, hogy odaérj. Seggfej. Kezdjünk új csomagot. Én benne vagyok. Jó van, csak igyekezz már. Sprinter, menj és hozd ide. Na gyere! Vannak a zsaruk! Tiszta! Nyomás! Egy-kettő, mozogjanak! FBI! Add meg magad! Nincs semmi esélyed! Vérze is fogd be a pofát! Ne kelljen még egyszer mondanom! Rajta! Az Isten! Talán majd legközelebb. Ó, oh, francba. Valaki engedjen ki innen! Gyerünk, vegyétek már fel! Halló, Mr. Stewart, én vagyok. Lebuktattak minket. Micsoda? Megmentetted a mintákat? Igen, persze. És a valódi pénzt is. Jó. Hagyd a kocsit a repülőtéren. Déli oldal 3-as szint. A bőröntöt hagy a csomagtartóban. Jó, rendben, ott lesz. Még egyszer köszönöm, hogy segített a beszállásnál. Igazán semmiség. Ó, várjon. Ha bármit tehetek önért a jövőben, telefonáljon. Komolyan mondja? Hát persze, még soha nem hazudtam. Tényleg? Akkor kedves nem hazudós úr, magával tarthatnék pár napig. Hát nem is tudom, hogy megtehetem-e, bár... Látja, tudtam, már is hazudott. Nem a világért nem, sem. Nem, jó, akkor hozzál a táskám, egy Louis Vuitton kint találkozunk, szerzek egy kocsit. Várjon! Elfelejtetted a riasztót. Buta fiú. Jack, szálljon be. Jöjjön, szálljon már be. Igyekezzen már egy kicsit. Szoktam leállítani, köszönöm.
Hello. Hello. Sikerült? Hát úgy tűnik, igen. Jó. Nem akar beengedni? Ó, bocsánat. Tessék, elnézést. Jöjjön be. Ó, jaj, de cuki, tetszik ez a szoba. Határozottan klasszikus. Igen? Igen. Tényleg tetszik? Viccel, imádom a régiségeket. Ó. Kitűnő. Mit csinál? Ez a magáé. Ígyunk. A királyra. A királyra. Jött ke hószáig egész szűt mantáj. Hej. Nodej jasi siussi zinnoj vajdzoj online. Mzajda. Mkoj. Diego felügyelő, micsoda meglepetés? Mr. Stewart, én... Mennyi pénzzel tartozom? Nézze, Mr. Stewart, fogalmam sincs, mi történhetett. Esküszöm magának, fogalmam sem volt, hogy ez lesz a vége. 250 ezer dollárt adtam, hogy simán zökkenőmentesen menjen a dolog. Erre tessék? Rám szállt az FBI. Nem leplezhetem le magam. Ez egy mocskos disznó, Mr. Stewart. Lehet, de az én malacom, Reggie. Add ide a pisztolyt. Hogy mi? Add ide a pisztolyt. Köszönöm. Mindketten kaptak egy fekete pontot, uraim. Diego felügyelő árulása miatt veszélybe került a hamisítási akcióm. Reggie, a te hülyeséged miatt pedig ellopták a mintáimat. Ott hagytam a kocsit a repülőtéren, ahogy mondta. Mr. Poo? Hé, ne felejts el, zsaru vagyok, muszáj végignéznem. Pofa be! Egy új Hongkongot akarunk létrehozni, uraim. Tőkére van szükségünk. Partnereim valószínűleg nem hiszik majd el, hogy elvesztették a mintákat. Azt javaslom, találják meg őket és a pénzt is, mielőtt mindkettőjüket felszeleteltetem. Nem dolgozom ezzel a balfékkel, azt azért már nem. Fogja be a száját! Vagy megkérem Mr. Poot, hogy tépje ki azt a közönséges nyelvét. Azt fogja tenni, amit mondtam. Visszakaphatom a pisztolyom? Vedd el és takarodj! Ez a hálószoba. De Jack! Csak egy ágy van benne. Hol fogok aludni én? Átengedem magának. Nekem jó a divány is. Jó. Na nézzük, mi van ebben. Te jó Isten, Jack! Jack, gazdag vagyok! Várjon, ez nem a maga pénze? Most már igen. Én találtam. Azért, aki megtalálja, hallotta már ezt a mondást? Hé, mit csinál? Felhívom a rendőrséget és bejelentem. Ó, nem. Ez az én pénzem, Jack. Nem a maga pénze. Most mondta, hogy találta. Adok belőle, ha tartja a száját. Francesca, nincs ez jól így. Ne légy már ennyire tisztességes. Ilyen lehetőség nem mindig adódik az életben. Szerintem... menjünk Mexikóba. Ne, gondold meg, megalapozhatjuk a jövőnket. Új bankjegyek egy aktatáskában. Emögött drog van. Azt hittem, nyomozó újságíró akarsz lenni. Egy csöppet sem vagy kíváncsi? Icipicit sem. És most hova, partner? Nem vagyok a partnered, Seth Kazán, világos? Ne gyere a közelembe! Mr. Stewart nem örülne ennek. Mr. Stewart összeszarhatja magát.
Idefelé információt kaptam a kocsiról. Ma éjjel lezárom az ügyet. Mi az a szeszkazán? $2,000,000, Jack? Azt hiszem, igazad van. Teljesen igazad van, ez nagy húzás lenne. Óriási sztori lesz. Ugye megmondtam. Oké. Okay. Jó, jó. Már is munkához látok. Éjjj. Szóval, hol bérelted a kocsit? Mi baj van a szemeddel, Jack? Semmi. Áruld el. Semmi. Köszönöm. Azért viselem, hogy komolyabbnak lássanak. Aha. Jack. Ha velem vagy, nem kell komolynak látszanod. Jézusom. Mi történt? Megsebesültél? Nem, azt hiszem, nem. Hát ez meg ki? Egy zsaru, Jack. Öltözz fel gyorsan. Zsaru? Megbolondultál? Hogy jutott eszedbe leütni egy zsaru? Igyekezz már! Hogy te már ruhában vagy? Nem tudtam aludni. Gyorsan, nem érünk rá egész éjszaka. Gyere már, kötözd meg! Micsoda, megőrültél? Ez egy zsaru, nem kötözhetek meg egy zsarut. Ide hallgass, Jack, amikor betört, nem mondta, hogy kezeket vel, vagy amit mondani szoktak, csak lőtt. Meg akar tölni minket, érted már, hogy mit mondok? Ha ezek után is le akarod lövetni magad, hát legyen, de én már itt sem vagyok. De ha élni akarsz, kövesd a példámat. Ez őrület. Cikket kell írnom a karaokéról. A karaoke bajnokságot választod egy táskapénz és egy megvesztegedett rendőreje, Jack. Jack, magad mondtad, hogy óriási sztori lenne. Persze kérdés, hogy van-e bátorságod ehhez, hogy megírd. Ha? Van? Gyere! Gyere már! Keressük meg a kocsiját! Ébresztő, Rambo! Rengeteg dolgunk van. Nem tudom, hogy lehetsz ilyen idióta, tündérem. A Firebird-ön egy nagy rakás szar. Az a ringyó ellopta a kocsimat, nyilvánvaló. Ez meg ki? A vendégem. Rohadt dolog volt megszerezni Jack Martin fotóját az irattárból. A lány pedig Francesca. Zavtosabb sztorikat tudna mesélni róla nyilvántartó, mint Rodney King. Úgy tűnik, az elmúlt 2 évben több mint 100 kocsit kötött el. Igen, köztük az enyémet. Ne siránkozzon, inkább hívja fel a kocsi telefonon.
vedd fel és viselkedj természetesen. Halló? Hello, Mr. Martin. Itt Powell kapitány beszél a Rénói rendőrségtől. A rendőrség. Tudják a nevemet. Halló! Ne tegye le! Az FBI is velem van. Az FBI? Oh, a fenébe! Az Isten verje meg! Hát jó, hát jó. Add ide a kagylót, add ide! Hé! Hey. Halló, adja az FBI-t. Üdvözlöm, Miss Marsh. Megtaláltuk az új lenyomatait. A nyilvántartó érdekes dolgokat mondott magáról. Remélem csupa jót. Kap még egy lehetőséget, hogy feladja magát. Jelen körülmények között... Milyen körülmények között, ha? Jelen körülmények között a következő géppel Kanadába repülünk, és a társam megírja, milyen korrupt a rendőrség. Nem vagyok a társad. A maguk helyében nem tenném. Már a repülőtéren letartóztatnák, és nem tudnám garantálni a biztonságát. Az itteniek nem bánnak kesztyűs kézzel a rendőrgyilkosokkal. Nézze, öregem, nem akartam megölni, önvédelem volt, nézze! Bejött csőre töltött pisztolyjal, nem vagyunk rendőrgyilkosok! Légy szíves, beszélj egyes számba, hagyd abba az általánosítást, mondd meg, hogy újságíró vagyok! Fogd már be! Tessék! Nem magának mondtam, uram. Hát ilyet. Mi az ajánlat, amiben egyezzünk meg? Nem szoktam megegyezni. Ó, akkor minden jót. Várjon! Hát jó. Átadhatjuk az ügyét a szövetségi bíróságnak. Ó, nagy ügy. De csak ha feladja magát, és beszolgáltatja az aktatáskát. Milyen ügyről beszél? Ne játssza az ártatlan, Miss Marsh. Tudomásunk van róla, hogy kivett egy aktatáskát a Rénói repülőtérről ellopott Mustangból. Két pénzhamisításhoz használt sablon tartalmazott. Tartsa! Nyisd ki a táskát! Nyisd már ki! Tényleg. Na hát, szerencsés napja van, uram. Ott vannak a sablonok? Itt bizony. De nem elégszem megért a szövetségi bírósággal. A büntetlenséget kérek mindkettőnk számára. Rendben. És ezen kívül 100 000 dollárt. Tudja, hogy ez képtelenség. Ó, na ne vicceljen. Amerikában élünk, minden megoldható. Persze, ha nem kellenek a sablonok. Jól van. De már is beszéljük meg a találkozót. Negyed óra múlva hívjon föl. Nem tudnak a pénzről, Jack? Nem tudnak a pénzről? Nem biztos. Nem baj, csak ne nagyon izgulj, fő a hideg vér. Az menni fog. Miért nem egyedül jött? Nagyon sajnálom, Jack. Morris a sofőröm, ő vezetett. Hol a barátnője? Biztonságos helyen.
Ott akar állni egész nap, vagy ideadja a táskát? Mutassa az igazolványát. Adja itt a táskát. Na nézzenek oda. Úgy látom, hiányzik 2,5 millió dollár. Hogy érti ezt? Jeff? Úgy lépett a hatás körén, fiam. Nézze, Jack, nem akarom megölni. Ne vesztegessük az időt. Mondja meg, hol van az az átkozott pénz? Nagyon csúnyán néz ki, fiacska. Elárulom, hogy a barátom mesterien tud fájdalmat okozni. Ronda dolgokat láttam tőle, még Jeffrey Dahmert is lepipálja. Jól van, rendben. Ha bevisz minket, eláruljuk, hova tettük a pénzt. Fáj? Igen? Nincs más választása. Vagy együttműködik velünk, és megúszza élve néhány karcolással és zúzódással, vagy pedig... meghal, kimondhatatlan kínok között, de akkor is megtaláljuk a pénzt. Melyiket választja? Hol van a pénz, Jack? A csomagtartóban. Csalódást okozott, pedig már kezdtem megkedvelni. Elintézem? Intézd el. Ne várj! Diego azt mondta, hogy Lime Stewart előbb a pénzt akarja biztonságban tudni. Hello! Magasságos ég. Megsebesültél? Jól vagy? Megölted őket. Nem tehettem már, Jack. Hogy nem tehettél mást? Nem tehettél mást? Te nem vagy normális, teljesen elment az eszed. Fogd már be a szád, Jack, nyugodj meg! Képzeld, előbb téged öltek volna meg, aztán velem végeztek volna. Azt hiszed, hogy szeretek embert ölni, tényleg azt hiszed? Nézzünk szembe a tényekkel. Fordulj föl, Jack, ugyanúgy benne akartál lenni. Nem tudtam, hogy gyilkossággal jár. Ezért börtönbe csuknak. Inkább meghaltál volna. Így is végem van. Börtönbe kerülök, és életem végéig valami hentes nevű fickónak a celláját fogom vakszolni. Lehet, hogy még jót is tenne. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Végeztem veled. Nem akarlak látni soha többé. Nem akarok hallani rólad, nem akarok beszélni veled. Soha, de soha többé. Nekem mindegy. Elválunk, miért átléptük a határt. A határt? A határt, Jack, a határt! Nem érted? Az újságírói karrierednek befellegzett. Ideje, hogy megismerd az életet, fel tudod fogni! Te nem vagy eszednél, ha azt hiszed, hogy átmegyek veled bármilyen határon. Ha velem jössz, Jack, talán van egy egészen kicsi esélyünk a menekülésre. De ha itt maradsz, vagy kinyifantanak, vagy a legjobb esetben életed végéig bakszolhatod valami hentes nevű fickó celláját. Én vezetek. Indulás! Remekül dolgozott az FBI-os kapcsolata. Igazán? Neked milyen kapcsolataid vannak, tökfej?
Nagyszerű ötlet volt, nem igaz? Fogd be a csőröt, Szeszkazán! Értesítse az őrszobát, hogy Johnston és Mars ügynököt, Francesca Marsh és Jack Martin ölte meg. Igen, uram. Adjanak ki körözést, személyi leírást, és zárják le az utakat. Igen, uram. Francesca. Tessék. Ne haragudj, hogy őrültnek neveztelek az előbb. Mondtak már rosszabbat is. Megmentetted az életemet. Szeretném megköszönni, Francesca. Csak Frank. A barátaim Franknek hívnak. Hát kösz, Frank. Szívesen, Jack. Hé, azok az FBI-os fazonok említették, hogy Diego és Sir William Stewart is benne van az ügyben. Sir William ki? Sir William Stewart. Tudod, William Stewart az a nagy és híres angol befektető. Létre akar hozni Reno-ban valamiféle adómentes övezetet. Itt lenne a 21. század Hongkongja. Na várjunk, csak hamis dohánnyal pénzeli a bankja. Úgy néz ki. Ezen kívül lefizeti az FBI-t. Ez aztán óriási sztori. Diego felügyelő, Vargas ügynök kéri, hogy azonnal hívja föl az irodájába. Mit mondunk Mr. Stewartnak, Sherlock? Kifutunk az időből. Miért engem kérdezel? Neked kell beszámolni, engem ugyanis itt hagysz a pusztában. Ha Mexikóba igyekszünk, a másik irányban kell mennünk. Nem arra megyünk? Azt ajánlom, beszélj vele. Szálljon le róla, ma maga csodás ötlete volt, hívja fel. Kösz, partner. Nem rossz. Uraim, ígyunk Rénóra. Az Amerikai Egyesült Államok városának első pennéjére. A 21. század Hongkongjára. Elnézést. Nos, Johnston és Mars meghalt. Megvannak a sablonok? Még nincsenek. Hogy nincsenek? Mit kell tennem, hogy észre térjenek? Ne izgassa fel magát. Ne izgassam fel maga, kretén! Ha 48 órán belül nem kapom meg őket, délre viszem a befektetéseket, de ha ez bekövetkezik, kitekerem a nyakát. Érthetően beszéltem? Igen, beszélem a nyelvet. Menjen utána, szerezze vissza őket. Valahol tankolnunk kell. Nem sokára egy városba érünk. Ott tankolhatunk. Nem hangzik rosszul. Hello, cicus! Mit hozhatok, uraim? Két sört. Már is hozom. Imádom a pultos lányokat. Ezt itt hagyd békén. Most meg mi bajod van, pajtás? Itt rendes emberek élnek. Ez a lány keményen dolgozik. Minden nap itt van egy-két balfék, aki azt hiszi, hogy csak is vele akar dugni. És kikért meg, hogy aggódj érte, papa? Ha tudni akarod, nagyon is értek a nőköz. Igen? Nem tiszteled az embereket. Ez a te bajod. Jellemtelen vagy. Jellem? Jellemtelen vagyok? Most nyírtad ki három haveromat, te talán Gandhi vagy? Megérdemelték, öcsi. Megköszöni még a világ, hogy lelőttem őket. Elárulok neked valamit. Mindenki, akit eddig lelőttem, bűnös volt. Mindegyik megérdemelte. De te? Téged nem izgat, kitölsz meg.
erkölcstelen vagy. Irányvesztett. Röhelyes vagy. Igen? Mert az én szemem a jutalmat látja. Én vagyok Mr. Stuart jobb keze. Igen. És tudod mit? Nyugodtan alszom éjszaka, mert tudom, kinek dolgozom. Még nem tudod, de te is Mr. Stuarté vagy. Igen, a tulajdona vagy. Átveszi az uralmat. És ti hülye jenkik, azt sem tudjátok, mi történik. Mr. Stuart összeszarhatja magát. Ez a pénz a szabadságomára. És hadd mondjak még valamit. Egyszer már seggbe rúgtunk benneteket. Igen. És ha mi nem lennénk, már régen Sauerkrautot és Bratwurstot ennétek. Az micsoda? Te még ahhoz is chipset ennél. Ó, kösz, kicsim. Maguk nem idevalósiak, igaz? Eltaláltad. Eredetileg néhány barátunkat keressük. Talán láttad őket. Ki kell mennem a klotyóra. Ne törődj vele. Bármit, marhahús kivételével. Mindjárt hozom, ott találkozunk. Legyen szíves, tele kérem. Jó napot. Szeretnék kérni 2 csirkés szendvicset és 2 pohár sört. Járt már itt nálunk? Nem hiszem. Weinhardt jó lesz? Tökéletes. A rendőrség kér a lakosság segítségét. 60 000 dollár jutalmat ígérnek annak, aki a képen látható 2 gyilkos nyomára vezeti őt. Ez a jogosítvány. A bűnözőknél fegyver van, és különösen veszélyesek. Hívhatlak egy italra? Köszönöm, nem. Ez az a kislány, akiről beszél. Nem ajánlom, hogy kötek egy cicus. Összevesztek a szerelmesek? Nézd már ki a bár mögül, anya, nem látod, hogy fegyvert fog rám? De jó Isten! Fogadjunk, hogy kedves családod van. Egy férj, egy kislány, egy kutya. Neki ez semmi köze! De jó Isten! Hallgattasd el! Kérem, kérem, engedjenek el! Hallgattasd már el! Engedjenek el, kérem! Ne, kérem, ne! Pofa be! Ne, ne! Pofa be, ne! Eredetet, disznó! Ne mozdulj! Most! Szépen elmeséled, hol van a barátod, mégpedig nyomban! Meghalt, te seggfej! Na, hogy meghalt, lelőttem, vagy nem? Jövök! Ez volt az utolsó. Soha többé nem hagyom a pisztolyom a kocsiban. Tudsz róla, hogy bemutatták a képünket a tévében? Láttam a benzinkútnál. Viccelsz velem? Nem, komolyan beszélek.
Azt mondták, hogy 60 000 dollár jutalmat adnak a nyomravezetőnek, és hogy rendőrgyilkosok vagyunk. Istenem, Jack! Istenem, azok a gazemberek! Nem tudja az FBI, hogy félreértés az egész? Most mit hülyéskedsz? Hát nem érted, Diego rendőr! Ránk fognak mindent, aztán elfognak, elveszik tőlünk a pénzt, és lelőnek! Senkinek nem fog feltűnni, hiszen rendőrgyilkosok vagyunk! Igen, de ez semmi, az egész... de Jack! Hazugság az egész! Hát, te jó Isten! Ki kell másznunk belőle? Jézusom! Sajnálom, hogy rád hallgattam. Rám? Vagyis az én hibám volt? Igen, a te hibád. Ha bejelentettük volna a pénzt, ahogy akartam, nem történt volna meg mindez. Ha időben leléptünk volna, ahogy akartam, nem találtak volna ránk a szállodában. Miért nem léptél le, amikor tehetted? Le akartam. Tudtam, hogy meg akarsz szökni, tudtam! Igen, szóval a te hibád volt! Hogy lehetett az én hibám? Mert ha elég bátor lettél volna, már réges-régen Mexikóban lennénk a 2,5 millió dollárunkat, Jack! Nagyon jó, jó, hihetetlen! Hát tudod, azt azért nem hittem volna, hogy mihelyt lehetőséged lesz rá, át akarsz verni. Pedig így van, attól, hogy lefeküdtem veled, még nem kedvellek. Mi van, Jack, mi van? Mászunk ki belőle, igaz? Nézd, Jack! Sajnálom, rendben. Milyen messze van Vegas? Vegas? Néhány órára, miért? Hát, mert én ismerek ott pár embert. Lehet, hogy tudnak segíteni. Rég nem láttam őket, de... talán adnak kölcsön egy kocsit. Oké, Jack. Jó. Nagyon jó. De ha megmenekülünk, nekem adod a pénz felét. Mintha azt mondtad volna, hogy nem helyes, Jack. Igen, igen, azt. De még ha átjutok is Mexikóba, nem lesz sok munka lehetőségem. Több, mint amit el tudsz képzelni, Jack. Megegyeztünk? Igen, igen, megegyeztünk. Helyes. Na menjünk. Fel. Szólt a nagy szerencsejátékos. Ne, hagyd csak ott. Ellophatják az autót. És csak Detroitban bukkan fel. Okos, okos fiú. Kösz. Megbízható ez az ember? Nő, kirúgatott az előző lapomtól. Miért? Mert lefeküdtem a főszerkesztővel. Na és? Igen, ő is ezt mondta. Ki az? Jack! Kisfiam! Szia, mama! Milyen piszkos vagy! Nem akarod bemutatni ezt a kedves teremtést?
Hello, Francesca vagyok. Örülök, hogy megismerhetem. Helyes kislány vagy. Hát, gyertek be, drágáim. Szólhattál volna. Ne is mondd, ne is mondd! Itt akartok házasságot kötni, igaz? Nem. Nem egészen. De igen, csak Jackie egy kicsit fél az elkötelezettségtől. Ó, akárcsak az apja. De mama, nem akarunk összeházasodni. Bajban vagyunk, és szükségem van a kocsidra. Ó, az eszem adta. Akárcsak az apja. Mama, kérlek! Telefonálnom kell. Használd a fürdőszobait, addig Francesca és én jól elbeszélgetünk. Kösz, mama. Hé, Jack, hogy van? Egy nagy zűrzavar az egész. Megcsinálja nekünk az interjút? Hogy érti azt, hogy az interjút? Nyakig vagyok a bajban, Bob. Akkor leteszem. Jó van, tegye azt. Akármelyik szerkesztő örömmel ráharap a témára. Ha le akarja tenni, csak tegye. Keresek mást. Mi a lényege? Az FBI kapcsolata William Stewarttal. Tudja bizonyítani? Igen, tudom. Pénzhamisításhoz használt sablonok vannak nálam, és felvett beszélgetések. Jól van, hallgatom. Mire van szüksége? Mit csináljak? Hát... el kell mennem innen a társammal. A társával? Hát ez kemény dió. Útlevélre lesz szükségük. Édesem, hallani sem akarok róla. A Times azonnal lecsapna rá. Jól van, anáj. Rendben. Hol van most? Las Vegasban. Las Vegasban? Mi az ördögöt csinál? Az a város forróbb, mint a pokol. Várjon, tudja mit? Van ott egy kis hotel, közel a tengerparthoz. San Diego mellett úgy hívják... Amor Hotel. Ott lesznek az útlevelek, ha holnap után. Jó, nagyszerű, nagyszerű. Magam viszem el az okmányokat, megértette? Igen. Kösz, Bob. Nem ajánlom, hogy hiába fáradjak, fiam. Még beszélünk. Mit szeretnétek vacsorára? Rendelhetünk is valamit. Mama, most a kocsira van szükségünk. Te drágaságom, már vagy 3 éve nem láttalak. Úgy érzem, igazán itt maradhatnál pár órára. Azt hiszem, csodálatos lenne, Eszter. Köszönjük szépen. Aztán vigyázzatok magatokra, gyerekek. Köszönjük, Eszter, és köszönjük a vacsorát is. Szervusz. Szervusztok. Oda lehet megvárlak, jó? Levisszem. Kösz. Tényleg megkedvelted? Ha nem veszed el ezt a lányt, többet ne is lássalak. Szervusz, mama. Szervusz. Vigyázz magadra. Ó, hát persze. Jól van. Jack! Tessék. Küldj egy képes lapot. Megígérem. Kedves voltál anyámhoz. Félelmetes nőszemély. Hogy lehet az, hogy te éhen normális lettél? Fellázadtam.
A helyiek találták meg a Flamingo úton. Még mindig nem tudom elhinni, hogy ellopta. Csinos kis jószág, nem igaz? Élve nyúzom meg, ha elkapom. Jó napot, uraim! Hello, Mr. Stewart! Hogy van? Mi az ördögöt keres itt? Nem mutatkozhatom magával. Megnyugtatom, felügyelő, én sem szívesen mutatkozom önnel. De maguk idióták, még a legegyszerűbb dolgokat is képtelenek végrehajtani. Gondolkoztam, Mr. Stewart. Engedje meg, hogy egyedül menjek utánuk. Ez a Yankee egy rakás szerencsétlenség. Miről beszélsz, te ostoba összvér? Elég! Magukkal megy Mr. Poon és még néhány ember. Parancsot kapnak, hogy segítsenek megkeresni és megölni barátainkat. Ha 24 órán belül nem akadnak a nyomukra, Mr. Poon magukat öli meg helyettük. Megy? Igen. Volt már feleséged, Jack? Egyszer. Jó régen. Te voltál férni? Kétszer. De mindkettő seggfej volt. Ne. Szóval most elvált és keserű ember vagy. Nem, meghalt rákban. Jaj, Jack, sajnálom. Köszönöm. Milyen asszony volt? Egész más, mint te. Tényleg? Hotel. Nem tehetek róla. Kifelé. Hé! Ha? Várj! Hello! A legjobb szobát szeretnénk kivenni. Mindig vágytam rá, hogy ezt mondjam. Az emeleten a szerencsés hetes szám. Mr. és Mrs. Smith. Jack Smith. Nászúton vagyunk. Ó, túl sokat zögykölöttek a rázós utakon, hogy szeretkezzenek. De talán később összejöhetnénk. Köszönjük. Köszönjük. Menjünk, Mr. Smith. Ó, igen. Istenem, de jó érzés. Kedves ez a hölgy, nem? Úgy gondolod? Nagyon oda volt, érted? Tényleg? Meghiszem azt. Te kiért vagy oda? Ó, nem is tudom. Volt egy nagyon-nagyon aranyos fiú Fresno. Igen? Jaj, Jack, hagyd abba! Az fájt! Ó, semmi baj, nem érdekes. Hívok egy orvost. Jól van, csak állítsd le magad, légy szíves. Miért állítsam le magam? Nem én vagyok az ellenség. Nagyon is kedvellek. Ó, ne mondj nekem ilyeneket. De miért Jézusom! Ne? Azt hiszed, hogy... Jaj, ne! Hagyd abba! Mit csinálsz? Miért mondasz nekem ilyeneket? Miért nem? Miért te mondhatnék? Valahányszor ezt hallom egy férfi szájából. Vagy jön, vagy megy. Érted, ugye? De én nem megyek sehová.
Amikor ezt mondod valakinek, azt mondod, hogy szereted, mintha betennéd a nagy zsákba. Ideje tovább lépni, ennek semmi értelme. Tisztázzunk valamit. Lehet, hogy őrülten szerelmes vagy belém, de soha nem árulnád el. Eltaláltad, Einstein. De ez nem baj. Nem baj. Éled a saját életed, én is a magamét, és ez így van jól. Jó. 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 Hát itt az én életem. Azt hiszem, őrültem, beléd szerettem. Jó. Szerintem meg seggfej vagy. Hová mész? A seggfej keres valamit, amivel bekötözheti a karodat. Köszönöm. Hello. Jó estét, kedvesem. Mit tehetek magáért? Van valami fertőtlenítője vagy kötszere? Ó, Istenem, mi történt? Ó, semmi, semmi. A feleségem elcsúszott a fürdőben, eltört egy poharat, és megvágta magát. Remélem, nem akar ezért beperelni. Nem, Isten őriz. Ó, hogy csodálkozna, ha tudná, nem mindenki ilyen nagy lelkű. Nem akarja, hogy felmenjek megnézni? Nem. Tudok rá vigyázni. Úgy értem, hogy tudok. Várjon, mindjárt visszajövök. Keresek valamit. Jó. Jó. Íme az én életem. Őrültem, beléd szerettem. Frank! Itt vagyok, mindjárt megyek. Az orvososdit játszunk? Hadd nézzem meg a karodat. További vizsgálatok szükségesek. Nem is tudom, független akarok maradni. Független tőlem? Mindentől. Nem akarom, hogy bárki megmondja, hogy mit csináljak. Nem akarok oda menni, ahova kell. Nem akarok olyan lenni, amilyennek lenni kell. Csak szabad akarok lenni. Ugye érted? Igazán szabad. Hogy azt tehessem, amit akarok. Amikor akarom, és ahogy akarom. Jó lehet, ha el tudod érni. De hát ez elérhető, Jack. Úgy érted, megkapjuk a pénztől. Az a szabadság. Vele azt teheted, amit akarsz. Nem. A pénz nem szabadság, csapda. Nézd meg, mit csinálunk. Rejtőzködünk. Üldöz minket a rendőrség, az FBI, meg ki tudja még ki. Igen, de épp ez benne a szép, Jack. Megdolgozunk érte. Megdolgozunk azért, hogy a miénk lehessen. Olyan, mintha dolgoznánk. És gyorsított felvételen élnénk az életünket, érted? Mindaz a pénz, amit egész életünkben keresnénk, mintha egyszerre jönne el hozzánk. Kicsit késő van ahhoz, hogy filozofáljunk. Fogalmat sincs, hogy miről beszélek, igaz, Jack? Fáradt vagyok. Csak annyit tudok, ahogy halálosan szerelmes vagyok.
és nem akarom, hogy közénk álljon a pénz. Halló! Bob, Jack vagyok. Találkozhatunk holnap. Hé, Jack, hogy vagy? Jól, vagyis meg vagyok. Ez egy rémálom. Igen, tudom. Csak tudni akarom, hogy minden rendben van-e. Igen, nálam vannak az útlevelek. Minden rendben, igen. Helyes. Nézze, Bob, ez az akció veszélyes is lehet. Biztos, hogy részt akar benne venni? Újságíró vagyok, Jack. Ne bosszantson. Holnap dél körül itt találkozunk. Igen, Jack. Ne bántsák. Ide azokat az útleveleket. Mi az utolsó kívánságot, Szívi? Egy érzéki csók? Jack! A fürdőszobában vagy? Nem ajánlom, hogy máshol légy. Ember. A fenébe! A szemét! A szemét, disznó! Az a rohadék! Jack? Jack, te vagy az? Nem, Bob Hartman. Jackhez jöttem. Honnan tudjam, hogy maga az? Elhoztam az útleveleket. Csúsztassa be az ajtó alatt. Rád sikerült. Vedd le rólam a mocskos kezed, te disznó! Szedjétek szét a szobát! Hol vannak a sablonok? Újságíró Johnny ma reggel elvitte őket, rossz fiú! Kedvelek, Francesca, de nem érek rá. Egész nap itt baszakodni veled. Hol van a barátod, Szívi? Nem tudsz lemondani róla? Nagyon szép lány vagy, Francesca. Igen. Szerinted és Póni? Csinálsz, Rambo? Az a kurva eltörte az orromat! Nyisd ki már ezt az ajtót! Kapj le! Nyisd ki te!
Szívi, sehova, Szívi! Nagyon tud lőni a nő. Megkerüljem a házat? Nincs rá szükség. Kettő vagy még, fiam. Értem, mire föl ez a nagy patália. Tartsd a sebességet, meglépünk. Nézd, mit találtam a hátsó ülés alatt. Ó, gyönyörű. A francba. Ott vannak! Megyünk már, megyünk már! Vigyázz, hogy unál puska van! Lőd szét a seggüket, Sam! Tarts már egyenesen azt a kormányt, hallod? Imádom ezt a nevet! Mérföldre vagyunk a kikötőtől. Szereznünk kell egy kocsit. Fogd meg. Meg lesz a kocsi. Gyere, megyünk. Dobják el a fegyvert!
figyelj! Kezdj el rohanni! Közben fedezlek! Futás! Jack! Soha többé ne csinálj ilyet! Nem nyelhette el őket a föld! Hé, bajtás! Kérsz egy fagyit? Mit? Gondolkodj, Sherlock! Abban a kocsiban vannak! Oké, öreg. Emlékszel erre, igaz? Igen. Biztos? Biztos! Jó, át kell vigyél minket a határon. Magának elment az esze. Nem fog menni, túl sok a rendőr, elkapnak minket. Találjunk ki valami mást. Van másik átkelő? Igen, menjenek el a Tecateidig, ott van egy hely. Hogy jutunk el oda? Kéreckedjenek fel valamelyik kocsira. Arra mennek, hogy csatlakozzanak a kojótokhoz. Ez garantálom. Biztos vagy benne? Ahogy mondtam, garantálom, oké? Akkor indulhatunk is. Jól van, köszönjük. Fogja. $100? Oh! Hadd adjak maguknak egy királyi rudat. Jack, neked ez már nagyon megy. Nyugalom, ember! Amerikai állampolgár vagyok! Pofa be! Hadd nézzem! Ó, Istenem, Jack, te vérzel? El kell állítanunk! Ne izgulj, semmi baj! Semmi baj! Minden rendben lesz! Tudom, ne haragudj! Jól van! Frank! Arra kérlek, hogy nyisd ki! És önsd a port a sebbe. Megbolondultál, Jack? Általános eljárás a harmadik világ hadseregeiben. Írtam róla egy cikket. Jack, ez itt nem a harmadik világ hadserege. Keresnünk kell egy kórházat, nézd meg magad. Arra most nincs időnk. Kérlek. Nem biztonságos, nem. Ha most kórházba megyünk, elveszítjük egymást. És elveszítjük a pénzt. Nem érdekel. Tedd meg. Kérlek. Ha nem tetszik ez nekem, egy cseppet sem tetszik. Mindjárt a határnál vagyunk, fogd a kezem. Jól van. Jól van. Istenem! Tarts ki, drágám! Mindjárt kész. Így, mindjárt rendben. Jack! Istenem, nehogy meghalj nekem! Jack! Miért ütöttél meg? Azt hittem, sajnálom. Azt hittem, hogy meghaltál. Ha jól vagyok. Jack, én ezt nem csinálom tovább. Egyszerűen nem megy. Egy cseppet sem érdekel a pénz. Nem akarlak elveszíteni. Őrültek tettetjük magunkat, vagy... Nem, Frank. Nem emlékszel, mit mondtál? Azt mondtad? A ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben. Igen. De megkaptam, amit akartam, itt és most. Nem? Szeretsz? Tudod, hogy igen, Jack. Én is szeretlek.
Jó. Sikerülni fog. Tudom. Nézze! Ha együttműködik velünk, megjutalmazzuk. Menj el a francba, adja vissza a pénzemet! Csak menj tovább egyenesen, jó? Már mondtam. Sikerülni fog. Rendben. Húzz el az életettől. Tessék, ezt akarja! Itt vannak a sablonjai!